Tudományos és fantasztikus élményekre vágysz. Akkor csakodd a és nézd hozzák a Parallaxisba. Üdvözlünk a Parallaxis univerzumban! Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 16 éven aluliak számára nem ajánlott. Az MD Media bemutatja. Tudományos és fantasztikus élmények Rékával, aki grafikus, Miklós aki fizikus, és Ádámmal, aki nem. Ez itt a Parallaxis, az MB Media tudományos és fantasztikus podcastje. Sziasztok! Ez itt a parallax és 8. évadának nyitó része a mikrofonnál Horváth Ádám Tamás. James Cameron 1989-es véget nem érő hosszúságú kifiével kezdjük a szezont, amelyben a tenger mélyének sötét örelésében egy ismeretlen civilizáció rejtőzik, mely eddig emberi szemelől láthatatlanul és némán várt a felfedezésre. A mélység titka című filmet beszéljük ki. Először köszöntöm ebben a műsorba a francia rékát ré Sziasztok! És itt van velünk Kubatovics Áron. Szia, Áron! Megijettetek mi. Kedves hallgatók, hogy Miklós nélkül kezdjük az új évadot, hát nem, úgyhogy ne aggódjatok, természetesen itt van Vince Miklós is. Szia, Miki! Szép mentés, szia, Sziasztok! Valójában csak összekevertelek titeket. Tehát így van, így van. Igen, így. új szezont indítunk, volt egy kis szünet, és hát így augusztus legvégén már túl vagyunk a nehezén, de hát azért volt pár pokoli hét egészen elképesztő hőmérsékletekkel. Ti hogyan vészeltétek át, mi a ti módszeretek ezekre a nagyon meleg napokra? Hát nekem például a légkondicionált irodahelyiség a munkahelyemen, de ott ugye nyilván akkor a különbségek vannak, hogyha én most nyáron mondjuk egy ilyen kis papucsba bemegyek, akkor bent már fázik a lábam, szóval ahhoz is hozzá kell öltözni, hogy ott meg már légkondicionálás van, és ott meg már hűvös van a kinti nyári meleghez képest. A hétvégéket meg ugye nyilván ilyen ventilátorral próbálom túlélni több-kevesebb sikerrel, tehát ilyenkor nyilván rosszabbul is alszom, ez vitathatatlan. Meg sok víz, sok folyadék, igen, mindenki hidratáljon sokat, az nagyon fontos. Körülbelül igazából így éltem túl. Igen, hát nálam meg, hát hasonló helyzet, tehát itt is ugye a légkondi, az teljesen amerikanizálódik az életformánk valóban, tehát légkondicionált villamossal bejövök a légkondicionált lakásból a légkondicionált munkahelyre, és akkor vannak ezek a rövidebb szakaszok, még az ember ugye persze átmegy a át, teljesen letérkövezett területeken, ahol nincsenek fák, tehát ez tök hülyeség, persze, ugye? Nyilván egy rossz irány, és ez tök jó, hogy ez így legalább megmutatkozik ilyenkor, amikor ilyen brutál nyarak vannak. Mert tényleg megmutatkozott, é, illetve egy másik dolog, hogy hogy ahol lé, a Budapesténél lényegesen kedvezőbb mikroklíma van, oda kell menni. Úgyhogy mi nyáron voltunk például Piliscsabán, vagy Sopron környékén, meg ilyen helyeken, és ez sokat segített az átvészelésben. De néztem a térképeket, hogy amikor ilyen 40 fokok voltak, akkor hol volt olyan hely Magyarországon, ahol elviselhető volt a, hát az időjárás, és igazából csak néhány pöttyöt lehetett találni a mátrának a teteje környékén, meg ilyen helyeken. Szóval igen, igazából Magyarországon belül nem nagyon volt ilyen értelemben hova menekülni. Ádám, neked hogy volt ez? Hát egyrészt kár, hogy nem mondtam, amikor Réka azt mondta a hétvégéket, mert akartam mondani, hogy hétvégén majd felmegyünk a hegyekbe, hogy megidézzem a hip hop boys Tehát, a, most nem sikarú... a retro zabáló. Ugye, eltévedtem, rossz is vagyok, de valójában, hát figyelj, én az a, az a helyzetben vagyok, hogy én nekem semmi légkondi nem áll a rendelkezésemre a tömegközlekedésen kívül, úgyhogy én teljes átélés Shall Vagyok az ilyen meleg napok iránt, és hát el kell, hogy mondjam, hogy az ilyen meleg napokat, főleg ha pára van, azt az nem az ilyen dagadt embereknek találták ki, mint én vagyok. Tehát mindenképpen nagyon rosszul, és azt gondolom, hogy egyébként az embereket azért, még ha van is klíma, akkor is azért ez megviseli. Persze. Még ha nem is nagyon kell kimozdulniuk a klíma és klimatizált helyiségekből, akkor is azért megviseli a szervezetet, meg nemcsak az emberét, hát a háziállatok is ugyanúgy szenvedhetnek, még ha bent esetleg hűvösebb is van, de azért a, ezek, a, ezek, az időjárási anomáliák, nem is anomáliák, hát ilyen helyzetek, azok, azok azért a, az ember szervezetére akkor is hatással vannak, ha nincs kitéve neki. Tehát én nem állok ki a nagy viharban, de azért érzem a fejemen, ha egy nagy vihar közeleg. Tehát... Persze. Ú, jaj, jaj, én is. Milyen kellemes migrénes fejfájásokkal. Olyan vagyok, mint aki megjósolja előre az esőt. És amint leesik az eső, mintha elvágták volna a fejfájást is. Egyébként még gyorsan mod, akartam, hogy Magyarországon belül hova lehet még menni. Voltam például Barlangban, ott Konstans 11 fok van, mm. úgyhogy oda még fel is kell öltözni. Úgyhogy az, az még úgy egy, egy jó kis élmény volt. Az, Na, is az nem is rossz párás Ugye, Egyébként ugyan? tényleg az, hogy, hogy az durva élmény, amikor éjszaka sem tudod kinyitni az ablakot, mert fölösleges, mert kint még mindig melegebb van, mint bent. Tehát azért ez elég durva. Nem hő És valóban az én munkaképességemre is légkondi ide vagy oda, de valahogy meg is teljesen rányomta a bélyegét az egész. Tehát sokkal kevésbé tudtam haladni nyáron a dolgokkal. Mert gondoltam, de jó, itt lesz pár hónap, nem kell tanítani, milyen jól lehet majd mennyi mindennel haladni, hát nem. És ugye itt a térkő, az ugye szóba jött, hát városba élünk, és talán minden nagyvárosban egy komoly probléma, hogy tényleg egy térkő Világba élünk, nagyon kevés zöld felülettel, amik hát azért minden nyáron téma a mainstream sajtóban, hogy a fák alatt és a fű az hány fokos, és közben hány fokos a, nem tudom, a, a térkő, nyilván óriási különbségek vannak, de szerintetek, és most kérdezlek Miklós is, mint klímával foglalkozó szakembert, bár tudom, hogy nem pont ez a te ö, szakterületed, de, de mi lesz Tehát most már tényleg, az lesz, ami emlékszem egyszer 10 éve, 15 éve, az Ozone Network, akkor még létező Ozone Network a fenntartható Fejlődés napján készített egy időjárás jelentést 2050-ből, amiben egy ilyen fiktív időjárás jelentés volt, ahol elmondta a műsorvezető hölgy a jövőből, hogy hát már a Balatonból is már csak nem tudom egy ilyen kis pár nézetméternyi víz van, elsivatagosodott a fél ö, ö, ország, Hát azért valójában úgy érzem, hogy nem kell 2050-ig várnunk. Mi lesz velünk? Ugye ez egy nagyon jó kérdés, én nem merek jóslatokba statokba bocsátkozni, mert azt már sokszor elmondtam itt, hogy a lokális előrejelzések sokkal pontatlanabbak, mint a globális előrejelzések, tehát a, a, azt nagyobb valószínűséggel lehet jósolni, hogy a föld által kömérséklete például hogyan fog változni, mint azt, hogy a Kárpát-medencében speciál milyen időjárási helyzetek lesznek a, a gyakoribbak. Ami viszont tényleg érdekes, és a hétköznapjainkban is tapasztalhatjuk, az szerintem biztos, hogy a jelenről is elmondható, hogy például a téle, telek sokkal enyhébbek. Ugye nekem már hát, zsinórban többször fordul elő, hogy ugye én átalányt fizetek a gázszolgáltatónál, mert nálunk gázfűtés van, de hogy folyamatosan mindig pénz jár vissza, tehát ped és pedig ugye mindig újra kalibrálják. De, de mindig az volt, hogy mindig, sosem mindig túlfizetés van, tehát hogy valahogy térről térre kevesebbet fűtünk, meg hogy a feleségem gondoz ilyen növényeket, meg az anyósom, és egy csomó olyan növény, ami korábban lehetetlen lett volna, hogy átteljen csak mondjuk mediterrán régiókban teleltek át ezek a növénykék, azok most simán előfordul, hogy simán átvészelik a telet. Szóval vannak ilyen dolgok, tehát ez a hétköznapi kézzel fogható valóság, hogy ezek tényleg változnak ezek a dolgok, és hát persze, most ez vagy még ilyenebb lesz, vagy ugye az a valószínűbb, hogy például nagyon keveset fogunk havat látni például télen, és valóban a nyarak meg úgy tűnik, hogy hosszabbak lesznek az ilyen meleg, a hőhullám nevű dolgok, amikor folyamatosan több napon keresztül fönnáll ez a izé, 40-30, sok 40 közötti állapot. Hát ezt látjuk most, tehát ez nem jós tehetség, hanem ez az, amit meg lehet figyelni az elmúlt 10 évben, vagy 20. Vagy Úgyhogy... De hát, hogy ez hogy folytatódik, azt nem merem megjósolni. Úgyhogy egyébként szerintem az Ozone Network is igazából nem annyira tudományos módon járt el, amikor ezt csinálta, Azt szerintem inkább csak rá akartak a gyerekekre ijeszteni. <laughs> Ettől még lehet, hogy igazuk lesz. Már nem a mumussal jezgetnek, hanem a klímakatasztrófával Igen. igen, igen tényleg, a gyerekeket. Igen. Igen. És hát a klímaszorongás az egy valós üze Így van. pszichológiai Így tünet van. együttest, tehát ez tényleg megvan. Semmi jóval nem tudok szolgálni, csak, csak azzal, hogy nagy a bizonytalanság a lokális előrejelzésekben, amennyire én tudom. A klímakatasztrófa szkeptikusok ugye ilyenkor azt szokták mondani, hogy oké, okay, oké, okay, de hát ez a földbolygónak egy ilyen természetes állapota, egy ilyen természetes fluktuációja, hiszen most jövünk ki, meg jöttünk ki, abból a kis jégkorszakból, ami Andersen és egyéb ilyen mesékben azok a hófőttet tájak és hasonlók tartoztak hozzá, és mi is erre vagyunk szocializálódva, hogy bizony, ha Magyarországon a térre gondolunk, akkor azért a nagy havakra gondolunk. Igen, de ettől még nem lesz jobb. Ugye? Tehát érted, attól még nem lesz a rékának kevesebb migrénje, meg nem, tehát érted, tehát, hogy igazából az, hogy tény, hogy itt több dolog adódik össze, aminek egy messze nem elhanyagolható, de nem egyedüli eleme az emberi effektus. Tényleg jövünk ki a kislékkorszakból, tényleg egy több több hatásnak az összegét érzékeljük. De még hát, mondom, hogyha teljesen természetes lenne, attól még nem lenne jobb, érted? Tehát, meg attól... nem lenne kevésbé lassú. Tehát az a baj itt, hogy nagyon gyorsan melegszik, és hogy nehezebben alkalmazkodik hozzá. Ugye, akár az emberi szervezet, ugye, vagy bármilyen más ö, életforma, ökoszisztéma. igen, ugye ez is probléma. Igen, 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 Itt ez gyors. Meg a golf változása, vagy bármi, az is bekövetkezhet. Szóval, ugye ezek olyan, olyan dolgok, amikre nem készültünk fel eléggé. Hát a Réka, te is lementél le a barlangba. Igen. És hát ugyanakkor azt is mondhatok volna, ha leereszkedtünk volna az óceánba, akkor lehet, hogy ott kisebb ingadozást éltünk volna át, amivel megpróbálnám átkötni a mostani témához. Ügyes, ügyes. De nagyon jó vagy, Miklós, de azért még mielőtt belekezdünk a mai témánkba. Idén ősszel egy hamarosan pontosabban is megnevezett időpontban és helyszínen Parallaxis Kerekasztal lesz egy nagyon izgalmas űrtémáról, természetesen Miklós jelenlétében. Ide tartozik még, hogy ugyanezen a rendezvény keretein között 5 év szünet után újra tartunk majd űrszekerek közösség találkozót a Star Trek filmek és sorozatok magyar hangjaival. Ezúttal még egy felgeteges szinkronos showval is készülünk és várjuk majd a látogatókat, hogy mikor és hová, az hamarosan kiderül. Figyeljétek műsorainkat és a Facebook oldalunkat de akkor mondom a film kezdő felütését megszakad az összeköttetés egy amerikai nukleáris tenger még az is lehet, hogy az oroszok keze van a dologban felkutatására a közelben tartózkodó víz alatti olajfúró bázis személyzete kap utasítást buvárkodtatok-e már például, vagy hogy álltok a, a tenger mélyével, mert azt tudjuk itt a Parallax és Univerzumban, hogy az űrt azt minnyáján szeretjük na de mi van a, a víz alatti dolgokkal Hát én igazából még nem búvárkodtam soha. Egyszerűen nem volt olyan élethelyzet. Azt sajnálom igazából, hogy nagyon felfedezetlen még a, a tengervilág, meg, a, meg az az egész óceán. Tehát kb. ez a, a négyötödét még nem sikerült felfedezni. Meg van, aki azt mondja, hogy ugye a hold túloldalát jobban ismerjük, mint a tenger mélyét, meg a teljes tengeri élővilágot. Tehát ilyen szempontból ez egy kicsit, kicsit sajnálatos. Tehát valamennyire riaszt is megvalom őszintén egy ekkora víztömeg, mert hát nem arra vagyunk kitalálva, hogy a, hogy a vízben mi lubiszkoljunk, úgyhogy nem valószínű, hogy én valaha nagyon <laughs> szeretni fogom a búvárkodást, vagy, vagy én ezzel komolyabban fogok foglalkozni. De, de egyébként egy nagyon gyönyörű, változatos, és emiatt, hogy nem nagyon fedeztük, még feltitokzatos világnak tartom, és nem csodálom, hogy Cameronnak a, is meglódította a fantáziáját. De ugye egyébként ő, ő le is ment a Marianna árok aljába, és hát nem, nem csoda, hogy ezért ő az ő fejéből rögtön egy egész történet kipattant. És már ugye a Titanic miatt is búvárkodott, és szerintem ő ott, ott szerette meg ezt az egész történetet. Igen, hát a Cameronnak a vonzódása az, 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 egy, az, tényleg hosszadalmas. Ugye ez a film a legrégebbi, ugye 89-es. Ugye, ugye a Titanichoz már, maga, már a Cameron annak idején ugye leereszkedett. Tehát már a filmforgatás előtt. Igen. És persze, ahogy mondod, valóban ő lett aztán az egyik első ember a Mariana Árok mélyén, és akkor ezt itt érdemes itt ha már ezt szóba hoztad, még mielőtt elmondom a saját nem létező búvárélményeimet, bu <laughs> azért érdemes azt elmondani, pont itt van nekem a Jacques picard a könyve, aki 1960. január 23-án a Trieste nevű kutatóhajójával az első ember lett, aki lement 11 ezer méterrel a csendes óceán felszíne alá nagyjából. Ő, ő, tervezte és építette, meg az apukája, aki szintén nagy, legendás tenger tengerkutató volt de a Jacques Piccard volt az, aki elérte a és ezt akarom hangsúlyozni, hogy 1960-ban, mikor az első ember az űrbe 1961-ben ment föl, tehát ez pontosan nem véletlenül szokták mondani a mélytengert úgy, hogy az a másik világűr, mert technikailag Igen. szinte azt mondanám, hogy hogy összemérhető nehézségű ez a két feladat, és egyáltalán nem véletlen. És hat is egymásra a Abszolút, két területet, amelyeket az egyikben felfedezik, az a másikra is hathat. De tény, hogy amikor a Cameron lement, akkor még az volt a helyzet, hogy hogy a Pikár óta nem nagyon volt merülés addig, és még ma is talán, tal most már elkezdtek rendszeresen lejárni, mert megtetszett a sok millió mostnak, meg a kutatóknak, és új le lehet menni a Mariana árokba, de egy, lehet, hogy már nem igaz. Egy-két évvel ezelőtt még igaz volt az az állítás, hogy több ember a holdat hozta te is hasonlatként, a hold túloldalát, az is igaz, hogy a Mariana árokban kevesebb ember jutott le még néhány évvel ezelőttig, mint ahányan a holdon jártak. Ugye? Tehát a, hm. te, ugye pedig a Holdon is csak 12 ember járt. Igen. Szóval ez, 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 ez jól mutatja a dolgot, és valóban az a tény, hogy a víz, vízben nehéz térképezni, az bizony tényleg azt jelenti, hogy nem csak a Hold túloldalát, hanem a Mars felszínét is sokkal jobban ismerjük, mint a tengerhajzatot. Ugye majd erre biztos kitérünk, hogy miért olyan nehéz. A saját búvár élményeim addi arra a mélységre korlátozódnak, ameddig a pipa pipával le lehet menni. Ennek a fizikai maximum mélység, amit el lehet érni, ezzel az kevesebb, mint egy méter. Kilenc deciméternél hosszabb pipa csőből, hogyha már nem tudnád igazából leszívni, úgyhogy <laughs> igazából ez csak a felszín kapargatása. Egyébként vannak nekem olyan évfolyantársaim, akik profi, profi búvárok lettek fizikus létükre, és, és az a hobbiuk, és óriási, rendszeresen lejárnak az Adriára merülni. De azt is érdemes megjegyezni, ha már itt tartunk, hogy ezek a merülések, amik ilyen könnyű búvárok csinálnak, abból a rekordmélység, amire bárki valaha lement, az olyan 300 méter környéke. Ez nem semmi. 10 méterenként növekszik annyival a légnyomás, mint a Föld légnyomása. Tehát már 300 méteren is 30 atmoszféra nyomás van és ott, már, és ott már amúgy tök sötét van, mert 200 méternél lejjebb már a lényegében a fény se jut be, és akkor, té, és akkor 100 méterekről beszélünk, és akkor az óceán az meg több kilométer mély. Én, én, lehet, hogy kő alatt élek most, és én csak én lepődök meg ezen, de tehát nem úgy van, hogy bármilyen hosszú cső, tehát hogy, tehát, hogy én már akkor nem tudok... Elé, a, 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 Igen, tehát én... még ha vákummal is szívnád, akkor is. Ugye ez pontosan ugyanaz, mint például egy, mondjuk egy emeleten egy 10 méter hosszú szívószállal, vagy nál hosszabb szívószállal már nem tudnád fölszívni egy emeletről az innivalót. Ez, ez olyan dolog, mint hogy, mint csak hétszer lehet egy papírt összehajtani. Tehát ez egy ilyen hát, örökérvényű... hát olyan, ez, egy, ez hát amíg a, ez a földi légnyomáson igaz, mert ugye a, ugye a minimális légnyomás, amit te létre tudsz hozni a száddal, amikor szívod a szívószállat, az ugye a vákum amire persze nem vagyunk képesek, de t -t -t. és akkor kint meg van egy tengerszinti légnyomás, és akkor a kérdés az, hogy, hogy ez a légnyomás különbség, ez mekkora vízoszloppal tud ellen tartani, arra kijön, hogy nagyjából 10 méter, most nem tudom fejből, de ilyesmi, és akkor a lényeg az, hogy annál hosszabb csövön ugye azán nem tudsz vákummal fölszívni. Tehát a felhőkarcolókban például, vagy a, amikor fel, vagy a, a brachiosaurus fejébe, amikor fel kellett a vért pumpálni, ugye, akkor, akkor ott már valami más hajtás kell, más erőt. Önmagában a nyomás különbség, mint szívó erő, az nem, ahhoz nyomni kell igazából fölfele a víz, hogy valami más módszerekkel szipkázni rövidebb távon. Szóval az bonyolult. Bonyolult dolog. Na. A másik, a, másik, meg, amit itt kimondtál, és engem is számomra ez az izgalmas ebben a kérdésben, meg Réka is mondta, hogy hát ugye nem nagyon ismerjük azért a, a mélytengeri világot, és járunk az űrbe, vagy hogy inkább máshogy mondom, előbb benne lennék egy űrutazásban, mint az, hogy lemenjek a Marianárok mélyére, pedig a veszély, hát az nagyjából azért ugyanaz, és az egyik az mégiscsak itt van a bolygónkon, a másiknál pedig el kell hagynunk a bolygókat, és azért én azért nem teljesen értek egyet azzal, amit Réka mondtál már, hogy kilenc hónapig vízben vagyunk, amíg édesanyánk hasába vagyunk, tehát hogy, hogy valahogy mégiscsak közelebb áll. Ott nem fogunk megfulladni. Vagy csak én látom ezt, hogy több a, a, a Szerintem mély víz... Én azért is egyetértek, mert sokkal izoláltabb vagy. Tehát az űrből lehet rádióval kommunikálni, és majd a film kapcsán is előjön, hogy az egész tenger alatt járós bizniszben amúgy az egyik legfontosabb technikai probléma, főleg, hogyha mondjuk egy hirtelen egy atomcsapást kéne mérni. Tehát lent van a tenger alatt járó felézetén a, mit tudom én, 28 atomtöltettel, és olyan harci helyzet van, hogy, hogy azonnal utasítani kéne ezt a tengeralattjárót, hogy indítson el ilyen rakétákat. Na most ezzel az a nehézség, hogy a alatt járva, amikor lent van üzemi mélységben, akkor baromi nehéz vele kommunikálni. Ugye a rádióval, szint, a szokásos rádió tartományokban lehetetlen, azért, mert a, mert a sós víz az egy, az egy, vezető. És a vezetőben egyszerűen a, a, az elektromágneses hullámok energiája eldisszipálódik. Ami azt jelenti, hogy minden, azt például mondtam azt is, hogy a látható, hogy már a, 200, a látható fény is egy elektromágneses hullám, és ugye mondtam, hogy a látható fény egyre kevesebben le, ugye exponenciálisan csökken a fényerősség, és aztán 200 méterre, ha lemerülsz, ott már tök sötét van. És, és természetesen a rádióhullámokkal is hasonló sztori van, de az, hogy milyen mélységbe tudnak behatolni a vízbe, azt a hullámhosszuk válogatja. A szokásos rádióhullámok azok gyakorlatilag azonnal lecsengenek a vízben. Tehát nem véletlen, hogy ugye mondtam, hogy az óceán ajzat topográfiáját nem ismerjük elég jól. Ez azért van, mert a szokásos radaros térképezési módszerekkel, ami műholdakról, radarral, igazából centiméteres pontossággal a földfelszíni alakzatoknak a magasságát azt fel lehet térképezni, de az óceánban nem hatolnak be ezek a rádióhullámok. Ez az óceánajzatot szonárral, tehát hanghullámokkal szokták feltérképezni, ami viszont sokkal bonyolultabb és nehezebb, mert konkrétan oda kell menni sávonként, meg mindent. Tehát, végül, tehát Na, a, a, lényeg, hogy mivel a rendes rádióhullámok gyakorlatilag nem hatolnak be, ezért azt szokták cselni a tengeralattjárók, hogy vagy feljönnek és begyűjtik az adatokat és visszaereszkednek, vagy egy bóján felengednek egy rádióvevőt, de persze olyankor az ellenség észreveszi őket. Úgyhogy van a nagyon hosszú hullámhoz tartományú kommunikáció, ami azt jelenti, hogy mondjuk 30 méteres mélységig lemegy a rádióhullám, ehhez már benga nagy rádióadók kellenek a szárazföldön vagy a hajókon. A legalább nem jön fel a felszínre a tengeratjáró, de 30 méternél mélyebb már ott is szétesik az adás. És van a másik, a még ennél is hosszabb, a brutális, nagyon-nagyon ultra alacsony frekvencia, vagyis nagyon nagy hullámhoz. Ugye érzékeljük, hogy általában a nagyobb hullámhosszok azok hajlamosak lassabban lecsengeni és a nagyobb hullámhoz, tehát minél inkább összemérhető mondjuk a mélységgel a hullámhoz, annál nagyobb valószínűsége, hogy, hogy lehet vele rádiózni, de ahhoz viszont tényleg ilyen több száz méteres rádióadó rendszerek kellenek a szárazföldön, az amerikaiaknak, a katonáknak van egy-kettő ilyen, nyilván más országoknak is, de hát ez nagyon brutál. Azzal esetleg lehet egy üzemi mélységben levő tengeralattjáróval beszélgetni. És ezen kívül még az a módszer, hogy ugye az óceán viszont mennek a, a, az optikai kábelek, amik ugye a internet meg a telefon is egy része nem műholdakon megy át ugye az óceánon, hanem, hanem egy, egy tekintélyes része mind a mai napig óceánajzati kábeleken, és amerre gyakran járnak a tengeralattjárók, ott is le van fektetve ilyen ajzati kábel, és bizonyos pontokon ott végig vannak ilyen hangadók, tehát, a tehát hanggal lehet kommunikálni végül is, tehát ezt úgy kell kezelni, hogy mintha szonár lenne, csak ugye ha ultrahang vagy ilyesmi, tehát a hang az tök jól terjed a vízben egyébként, és azzal kommunikálnak. Pont ezt akartam kérdezni, ne arra, hogy belét folytam a szót, a bánák éneke, amit viszont óriási távolságból is Hallanak ők maguk, a bálnák, meg hát mi is, mint észlelők. Van esetleg valami olyan megoldás, vagy olyan fejlesztés, ami ami ebben az irányba, megy, hogy mondjuk... Persze, tehát a, igen, pont ez az, hogy az infrahangok, a bálnák is azért tudnak írdatlan távolságokra, tehát ilyen több ezer, sőt tízezer kilométeres távolságokból tudnak a bálnák egymással beszélgetni, ez nagyon durva megfelelő aggyal kell rendelkezni ahhoz, mert van, hogy nagyon sokáig tart, tehát hogy, hogy mondjuk órákig tart, amíg átmegy a hang az Dél-Atlanti az Észak-Atlanti és meghallja a másik bálna, csak akkor rá, későssel kell válaszolni neki vissza egy nagy adatcsomagot, ugye? Tehát ez elképesztő amúgy. Na, de a lényeg, hogy igen, persze a hanggal lehet kommunikálni, és, ez, és pont, pont, ezt akartam mondani, hogy, hogy az egy működő megoldás, és ezt hívják ilyen, ilyen, hát ilyen infrahang telefonnak, vagy micsodának, hogy vannak, van ez az ez a optikai kábel, azon megy az adat, de végig bizonyos csomópontokon vannak ilyen, lényegében hangszórók, tenger alatti hangszórók, amikkel ez a kódolt jelez, kimegy, és akkor tényleg a fülével a tenger alatti járó hallja. Ez így van. Ezzel az a baj, hogy ezt olyankor mindenki más is hallja, nyilván kódoltan kell, de hát ezzel ugye felfedi azt, hogy merre jár a tenger alatt járó valamelyest. Kísérleteznek olyan kék lézerekkel esetleg, amikkel lehetne irányítottabban úgy, hogy még a vízben se nyelődjön el olyan gyorsan. Elítőleg a kék lézer az ehhez elég jó, mert lassan nyelődik el tehát nagy távolságon megtart, nem alványul el a vízben, de hát mindegy, nem, szóval, e, nyilván nem kötik az orrunkra a legfrissebb fejlesztéseket, mert tényleg ez a kommunikáció, amennyire én tudom, ez mind a mai napig tengeri haditechnikának az egyik legfontosabb központi kérdése. És okozhat ez hang, illetve fényszennyezést az óceáni ökoszisztémában? Biztosan. A bálnák azok biztos néha becsavarodnak attól, hogy, hogy kommunikálnak a tenger alatt járók, az ő tartományukban. Igen, a fényszennyezés is fölmerül majd, ha bejönnek ezek a kék lézerek, de őszintén szólva én nem tudom, hogy az, az most jelenleg hol tart. Nem kötik az orrunkra. meg Mit mi gondoltatok a látványról? Hát ugye kezdjük úgy, hogy a film az úgy indul, mint egy ilyen horrorfilm, körülbelül a felirattal, meg azzal a, a ilyen nagyon fura <laughs> ö, ilyen, nem is tudom, ilyen égi zenével, vagy égi zenével ijesztő az atmoszférája eleinte a filmnek, de hát ott látunk is ugye a tengeralattjárót, meg, meg mélytengeri kutatóállomást. Mi, mi erről a véleményetek? Milyen volt a, milyen érzéseket keltett bennetek ez a technológia? Visszaadta jól ezt a, ezt a szűkösségérzést nekem. Tehát ahogyan közlekedtek, hogy behúzod a fejed, hogy összehúzod magad, meg is ezen a kutatóbázison, hogy, hogy csövek mindenütt, meg kábelek mindenütt, kicsit olyan kaotikus, tehát hogy azért ezt a, ezt a bezártságérzést ezt jól felhozta bennem, és emlékeztetett rá, hogy na ezért sem vágyom én annyira a, a tenger mélyére. Meg azért az elején ugye a magából, a tenger alatt járóból látjuk, ahogy ugye neki megy egy ilyen mélytengeri sziklának, meg zuhanni kezd, és akkor látjuk azt, a, azt az idegen űrhajószerűséget is, ami sokkal gyorsabban elhalad mellette. Üm, igazából nekem ez volt egy ilyen érdekes felütés, és rögtön eszembe jutott, hogy hogy miért közlekednének az idegenek egy ilyen, ilyen gyors járművel, hogyha az ilyen, ilyen problémákat, ilyen, ilyen hullámokat okoz ilyen plusz energiát, hát az, hát az roncsolja a környezetet. <laughs> szóval nekem már rögtön ez, ez ment át a, a gondolataimon úgymond az én félelmem is megjelent, ahogy az elején, hogy elsüllyed ez a tenger alatt járó, és bömlik a rengeteg víz, és hiába igyekeznek elzárni a vízútját, nem, nem sikerül időben, hiába meglett férfiak, és nyilván akik erre is voltak kiképezve, még nekik sem sikerül jól elejét venni a katasztrófának, jó, hát amennyire lehetséges lenne már, mint ilyen helyzetben, mert azért elég évesztes meccs volt. Számomra olyan szempontból volt horrorisztikus, hogy, hogy bemutatta ezeket a, tehát a legrosszabb mi a tenger alatt megtörtént az emberrel. Nekem is egyrészt ezt a feelinget is hozta a film. Eleve a 80-as évek feeling az teljesen megvan, tehát ugyanaz, mint az Alien korszak egyértelmű, a jó kis kijelzők, meg, meg, mindenféle, Igen. az teljesen megvolt, és másrészt meg felidézte bennem azt, amit én egy kicsit el is feledkeztem, de a filmre hatására eszembe jutott, hogy én Hamburgban egyszer voltam egy tenger mert a hamburgi kikötőben állomásozik egy múzeummá alakított, amúgy nem átalakított, csak be lehet menni, egy, egy régi szovjet U-434 nevű tenger amilyen bazi nagy, tehát ilyen 90 méter hosszú, és most olvasom, hogy annak 78 ember teljesített szolgálatot. És hogy még így is, hogy, hogy, hogy csak néhányan voltunk benne, de hát hogy tényleg elképesztő. Én amúgy nem vagy, nem tudtam, hogy én klaustrofóbiára hajlamos vagyok, de hát el sem tudom képzelni, hogy hogyan lehet hónapokat eltölteni egy ilyenben. És rosszabb a helyzet, mint az űrhajózásban, mert a súlytalanság hatására egy ugyanakkor a tér az sokkal nagyobbnak tűnhet, mert ugye olyan irányba is tud lebegni az űrhajós, amerre amúgy nem. Tehát egyértelmű, én voltam űr, hajó szimulátorokban is, meg űrállomás szimulátorban, meg ilyenben is, egyértelmű, hogy sokkal klaustrofóba bélmény volt, még a Földön is, ez, a, ez az u -bot, ez a tenger alatt rossz, szóval ez nagyon brutális tényleg, és abszolút átadja ezt, a, ezt az érzést. Amúgy nem tudom, szintén néhány évvel később jött ki, a vadászat a Vörös Októberre, ami szerintem egy nagyon klasszikus film, azt nem tudom, ismeritek-e, amiben a Sean Connery egy olyan szovjet tengeralattjáró kapitányt játszik, aki az atomtengeralattjáróját át akarja játszani az amerikaiaknak itt a hidegháború végén. Az ugrott be többször, de hát ugye ez ez a film volt régebben. Nekem nagyon tetszett az egész, Ma, és még az is, hogy annak ellenére, hogy ilyen kezdetleges technika van, azok a fényes kis tengeralatti, mármint hogy CGI technika, az 80-as évek végén járunk, az még nem, messze nem tartott ott, mint manapság, de nem volt annyira röhely, tehát nem volt Nevetséges, ahogy meg volt oldva az, hogy még mai szemmel sem, hogy ezek a kis fénylő tenger alatti eszközök és lények és városok hogyan vannak. Úgyhogy szerintem azok jó voltak, az, az, az jó volt. A karakterekkel ah, igen. szerintem több probléma volt, de még mielőtt erre rátérünk, beszéljünk egy ilyen, <laughs> ugye a film egyik legizgalmasabb dimenziója a folyékony légzés technológiájának a bemutatása, mert ugye itt ez kapcsolódik ahhoz, hogy ugye egy bizonyos mélység alatt, bármilyen búvárruhában vagy, azt összeroppantja a, meg hát téged magadat is, ugye ez a maga a nyomás, és ezért ugye a, a filmnek a ötlete, ha jól értelmezem, hogy, Hát akkor legyen az, hogy folyadékot lélegzel be, ami mindjárt mondom, hogy micsoda. Fluoros hidrogén folyadék, ha minden igaz, mert hogy ez képes oxigént továbbítani a tüdőbe. És én nem vagyok orvos, én nem tudom, hogy pontosan hogy lélegzünk az anyamében, de hát biztosan nem ilyen nem módon így, így van. Nem így. így van, de szerintetek ez mennyire légből kapott ötlet, vagy mennyire légből kapott technológia? Azt a részét már most szeretném eloszlatni, mert elhangzik ilyen a filmben, hogy a testünk emlékszik erre, mert hogy az anyaméhben is kilenc hónapon át belélegeztük a magzatvizet. Hát ez így, ebben a formában nem igaz, teljesen fals, mert az oxigént a, az anyaméhben a köldögzsinóron keresztül bejuttatott vér által kapja a magzat. Tehát a vérben szállítódik az az oxigén, amit ugye a magzat is így ez alapján felvesz. Az tény, hogy a későbbi hónapok fejlődése során egyfajta válmozgás kialakul a csecsemőben, amikor már magzatban, bocsánat, magzatban, ami, ami már ugye a, a, a légzésre tanítgatja őt, de akkor is inkább egy ilyen nyelési reflex történik. Kevésbé a maga a, a, az orron, illetve szájon át történik. Légzés, hanem inkább nyelni szokta a magzatvizet, azért is szoktak ugye a magzatok csuklani. De ilyen, ez így ebben a formában, hogy a magzatvizet belegeztük, ilyen, ilyen, ilyen nincs. Tehát főleg nem ennyi hónapon keresztül, mert a tüdő sem fejlődik ki azonnal, kezdjük itt. Tehát, hogy hogy ez nem, ez abszolút fals. Maga a folyadék azébként tényleg létezik, és egy, egy, ilyen plusz info, hogy a forgatás, vagy a filmben ugye a patkány belélegzi, és akkor az tényleg az igaz, az, az, az nem trükk, a patkány az ott tényleg belélegzi fel ezt fel vagyok folyadékot. háborodva. Tehát egyszerűen Amúgy, fel vagyok is, háborodva, azt gondolkodtam És látszik is, és tényleg tök jól bemutatja, hogy mivel ez folyadék, a tüdőnknek ezt nehezebb kezelni, hiszen ugye a gáz, tehát ezek a légnemű anyagok, ezek, ezek nem annyira sűrűek, nem annyi, tehát egész más belélegezni, mint a folyadékot, tehát az nehezebb, tehát nehezebb, és olvastam is valahol, hogy kilélegezni ezt a folyadékot 10 másodperc. Tehát most, amikor kilélegzel, az egy ilyen egy másodperc, vagy kettő körülbelül, nem tudom, de, de a tíz az, az sok. És látszik ezen szerencsétlen kis patkányon is, hogy ahogy belélegzi, meg ahogy kilélegzi, tehát ez sokkal nehézkesebb neki. Egyébként ez is ezért egy ilyen hátránya ennek a, ennek a folyadék légzésnek, hogy emiatt a fizikai megterhelést igénylő feladatok nehezebben elvégezhetőek, hogyha mondjuk a tenger, tehát a mélytengeri kutatás során valaki folyadékot lélegezni, és dolgot kéne csinálni, az így megterhelőbb lenne számára, mert hát ez is eleve egy nehézkes légzést kéne folyamatosan véghez vinnie. Ez döbbenetes amúgy számomra, hogy, hogy ennek bármilyenféle alapja lehet, hogy, hogy bárki belélegezhet, akár egy patkány, akár egy ember. Hát igen, de hogy embereken még úgy annyira nem alkalmazható, mert most például a kísérletekben, állatkísérletekben ugye azért voltak hátrányai ennek, ugye, amit ugye az előbb is említettem, nehezebb a légzés így, másrészt meg nagyon-nagyon tisztának kell lennie annak a folyadéknak, mert könnyen okoz gyulladásokat, ödémát, ugye, tehát hogy azért, azért, vannak kockázatai, és azért ez még nem annyira letisztázott, hogy akkor az emberi belézés. Én föl vagyok, alakamos. föl vagyok háborodva, én azt kívánom James Cameronnak, hogy mindenképpen lélegezzen egy ilyen folyadékot azok után, hogy ott azt a szegény patkánk. Azért vannak ennek jó felhasználásai is, tehát ugye Persze a patkán nyilván sajnáljuk, de tényleg itt az a lényeg, persze, hogy, hogy, ez a perfluorokarbon, vagy mi, hogy mondtad, hogy tehát fontos, hogy olyan tulajdonsága legyen, hogy egyrészt tudjon persze oxigént szállítani, de az is fontos, hogy ugye a széndioxidot meg föl tudja venni és elszállítani. De nem annyira sokféle folyadék alkalmas erre, és tényleg, ahogy mondod, a nehéz légzést okoz, ugye, mert hogy ez egy folyadékot sokkal nehezebb kipréselni a tüdőből, tehát minél viszkózusabb Igen, egy folyadék, annál Viszont. Meg bocsánat, a test nyilván ö, nem is akar folyadékot lélegezni, feltételezem. Persze, tehát... igen, csak itt jön az, amit akartam mondani, hogy viszont például, ha valakinek olyan gyógyászati szempontból ez nagyon előnyös lehet. Ez a módszer, hogyha mondjuk valakinek összeomlik a tüdeje, vagy olyan módon ö, nem alkalmas a légzésre, mondjuk összeesik a tüdőt például, és akkor az, hogy belülről föltöltik vízzel, azzal újra alkalmasát lehető a légzésre. És persze még ezen kívül a mélytengeri alkalmazásokon túl érdekes, hogy néha-néha még az űrhajózás kapcsán is felmerült, mint ötlet. Igen. Ugye nem a súlytalanságba, hanem pont, hogy a túlterhelési fázisnál, mert amikor ugye sok gényi túlterhelés van, akkor az sokkal egyszerűbb úgy elviselni, hogyha nem üres a tüdőt, hanem úgymond belülről is nyomja valami, meg hogy eleve abban úszol, mondjuk, akkor például felmerült, hogy esetleg nagyon, nagyon extrém gyorsulások esetén jobb, hogyha az ember eleve vízben van, amikor itt van, és beleértve azt is, hogy a belsejében is vizet lélegez be. Szóval mindenféle vad ötlet előjött. Csak ne járjál úgy, mint a csaj az utazókba, aki a, ott igen. elmegy a mesterséges gravitáció, és a, éppen az úszodába ott marad. Ja, Akkor igen, Az igen, egy igen. szerencsétlen. De az nem a Jennifer Lawrence, de, szóval de De, 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 de. de. Na, viszont az van, hogy... Ezért jó volt a jelenet. Igen, ettől jó volt, igen. Meg, meg egyébként fizikailag is jó pofa volt. Az díjaztuk, emlékszem, ott megdicsertem, hogy jó volt a víz buboréknak a, a, megjelenítése. Csak az, hogy tényleg, ahogy mondtad is, hogy, a, hogy maga a ruha is összeroppanna igazából. A víz az összenyomhatatlan, tehát tök jó, hogyha belülről tartja azt, hogy, hogy vízzel van föltöltve belül is a filmben azt látjuk, akkor már lehetett tudni, hogy az Ed Harrisnek nagyon jól áll az űrruha, mert néhány évvel 1983-ban az igazakban ő volt a John Glenn, és akkor most a James Cameron lényegében egy űrsétaszkafander-szerű rendes isakzáró űrűs, gyakorlatilag egy űrruhát tervezett neki, vagy terveztetett neki a, az Art department tel hogy abba menjen le, de tényleg nagyon jól áll az Ed Harrisnek az űrruha, ez tagadhatatlan. Ugyanakkor a mélytengeri merülésekhez azért lényegében, ami ruhát fogukra vesznek az emberek, azok inkább ilyen szilárdvázas valamik, amik lényegében egyszemélyes tenger alatt járóknak tekinthetők, sokkal inkább, mint ruháknak, ugyanilyen, hogyha hogy mondjam, ilyen, ilyen páncél, páncélszerű, ilyen csapágyakkal ha, haj, hajlítgathatók a végtagok, ha egyáltalán hajlítgathatók, de van, hogy csak robotkarokkal lehet belülről mahinálni, inkább ablakok vannak, mint szemüvegek, tehát hogy lényegében, amikkel manapság Lemennek ilyen brutál mélységekbe, akik lemennek esetleg, akkor azok nem, nem ilyen ruhát hordanak, és ennek megfelelően nem is szükséges nekik belél, folyadékot belélegezni, mert azt ki tudják úgy alakítani, hogy ne roppanjon össze jobb esetben. Engem nagyon-nagyon érdekel az ilyen pszichológiai kihívások, meg, meg ilyen extrém körülmények között való túlélés. Ugye itt, itt a filmben elhangzik egy olyan, ugye megőrül az egyik csávó, aki a katona csávó, fura pszichózissal küzd, amit egyébként olyan űrben játszódó science fiction is néha látunk, csak ott nem a mélytengeri problémák, hanem a nem tudom, a világűr mélysége okozza ezt. Ez mennyire valós, mennyire kell félnünk attól, hogy ugyan már vannak kísérletek, és emberek már töltenek éveket elzárva, szimulálva egy lehetséges mars utazást, de mennyire kell attól tartani, hogyha mondjuk a Marsra indul egy expedíció, élő emberes expedíció, akkor ott lesz egy-két ember, aki bizony bekattan egy idő után. És mert szerintetek mennyire igaz az, hogy hogy ez a, ez a, nyomás okozza, ott például a filmben is elhangzik ilyen, hogy a, hogy a nyomás okozza ezt a pszichózist. Tehát, hogy van ennek szerintetek, ugye nem olyan orvosok, tehát nem tudjuk, de hogy van ennek Fiziológiai hatása? Hát amennyire én így utána tudtam nézni, ez a, ez a nyomás probléma, ez paranolját, vagy nem is tudom mit, amilyennél a ö, kommandós vezetőnél kialakult, ezt, ezt én nem találtam összefüggést a kettő közt. Az izoláció már inkább, meg ez a bezártságérzés, ez, ez inkább okozhat az emberekben szorongás depressziót. Ez egyébként egy teljesen valós ö, veszélyforrás, mert még... Ö, azok is, akiket ugye tesztelnek, mondjuk űrhajósokat ezek, ezekre az extrém pszichológiai nyomásokra, még, még ettől függetlenül ő náluk is előfordulhat ez a depresszió. Tehát tényleg az izoláltság miatt az, hogy teljesen messze vannak a szeretteiktől, akár több hónapon át, tehát ez, ez, de ez, ez egy egész más helyzet. Na de ez az, hogy lehet-e ezt tesztelni, mert ugye amikor egy földi bázist építenek azzal, hogy most egy évig bent lesztek öten, mert majd szimulálunk egy más jobban bízol a Boeingben, mint kéne, és ott ragadsz a nemzetközi űrállomáson három nap helyett fél évre. Úgy érzem, hogy ez egy teljesen, még akkor is, ha... Az az, az az űr, a legvéső határ. Mégis azt érzem, hogy hogy itt ez egy sokkal főleg, ha ez itt egy földön egy szimuláció. Tehát egyszerűen szíhésen nem éled át azt, amit egyébként átélhetsz, ezért valójában csak ott fog kiderülni, amikor majd nem tudom, százezer kilométerre lesznek. Ki lehet szűrni azért azt, aki, aki még kevésbé alkalmas gondoljunk, hogy mennyire megviselt mindenkit a, a, Covid alatti karanténos bezártság időszak, pedig az közel sem volt ennyire vészes, de mégis megviselt az embereket ö, pszichésen. Ott mondjuk nyilván ott volt az a fenyegetettség is, hogy úristen kapja el legközelebb, de ettől ez a fajta bezártság és izoláltság is mindig megviseli az embereket. Tehát ez, 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 egy tény, és, és a földi körülmények közt is szerintem tesztelhető az, hogyha valakiket így izolálva tartunk, mint te x hónapig, akkor akkor rajtuk is ugyanúgy jelentkezhet az, hogy most bírják-e vagy sem. Valamennyit ki lehet szórni, aki meg jobban bírja, hát igen, elküldik őket, aztán persze ott is, ott is, ahogy mondtam is, kiderülhet később is, hogy az, az, az a bizonyos személy se bírta, hiába, hiába teljesített jól a földi ö, ö, körülmények között, ettől függetlenül ott mégis kiderül, hogy nem, nem ő sem bírta. És ez egy óriási nagy kockázat lehet, hiszen nekem egyébként az Apollo 13 című film. Eszembe, amikor nagyon minden rosszra fordul, és nagyon sok a probléma, és eleve egy olyan összeállítású csapat van fönn, akik nem együtt készültek, csak ugye ott a e, geris színésznek a vélt kanyarója miatt, nem, már most nem tudom, a, 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 ne, 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 hogy hívták, Ezt hogy hívják. Ken Mattingly nevű karakter, és akkor aki helyette be, beugrott az a Kevin Bacon által játszott Jack Swigert. Az egyik csávó beteg, a másik az miért vagy itt, és akkor, akkor van egy fajta olyan feszültség, amit én azt gondolom, hogyha nem ők vannak fönn, vagy nem Lowell a vezér, akkor lehet, hogy sokkal rosszabbul sül el. Tehát amellett, hogy ott a NASA mindent megtett azért, hogy az Apollo 13 legénysége épségben visszajönösül a földre, azért ez nagy mértékben múlt az ő önuralmukon és az ő nem is tudom, mint, tehát az, az, az Hogy a... ott csak azért tényleg, ahogy mondod, egyrészt, hogy ott csak hét napról volt szó, másrészt azért a filmbe azt csak azért rakták bele, hogy legyen valami konfliktus. De valójában nem volt? Valójában ez nem volt, Aha. legalábbis az űrhajósok tagadják, ugye, meg hát ugye elérhetők a a rög... Ugye egy magnó folyamatosan rögzítette, amiket ők dumálnak. De ott lehet, hogy pont nem, mert az Apollo 13-nál annyi annyira kevés volt az áram, hogy lehet, hogy azt is kikapcsolták. Szóval ezzel mondom, nem. De, de, de valójában az, azt mondta Ron Howard, hogy azt igazából csak azért rakták be, hogy legyen valami kis konfliktus. De ahogy mondod, az önuralom az egy kulcs tényező, mert nyilván ezer nyúkuk lett volna egymásnak esni. Amúgy, ha nem is az Apollo 13-on, de van több dokumentált eset az űrhajózásban, hogy fél éves repülő és után úgy jött le a két ember, hogy soha többé nem álltak egymással szóba. Azt mondta, hogy ezzel az emberrel nem akarok többé találkozni, meg mindent. Tehát azért voltak súlyos történetek, és, és való igaz, hogy, hogy az, hogy az Apollo 13 az brutális volt, de hát mondaná egy űrhajós, hogy egy hetet az űrben, amiből igazából csak tize, áp, április 13-án történt a balhé, és április 17-én, tehát négy nappal később már le is szálltak a Földre, tehát azt egy ilyen űrhajós, ezt talán fél lábon állva is kibírja, de mondjuk, hogyha ugyanez elhúzódik egy évig, és egy marsutazásnál simán benne van a pakliban, mit tudom én, kiderül, hogy valami hiba miatt mostantól csak a fele annyi kajánk lesz, mert elveszett a nem tudom mi, vagy fele annyira csökken a vízkészlet, de hát nem lehet visszafordulni, ugyanúgy az Apollo 13-nál se visszafordulni, ha egy marsutazásnál nem lehet visszafordulni, akkor az a akkor az azt jelenti, hogy már pedig nem lehet, hogy simán lehet, hogy két évvel később értek csak haza. És azért az nagyon durva. És a mostani nemzetközi űrállomáson, hogy mondod, vannak ilyen dolgok, de azért még mindig egy megnyugtató pszichológiai dolog lehet, hogy bármi van, a legrosszabb, ami történhet, egy napon belül haza tudok jutni a földre egy mentő ha Jó, mert 400 km magasan keringek. Igen. És ez meg súlyosbítva van azzal is, amiről már beszéltünk, hogy, ami, ami sokkal jobban hasonlít ilyen szempontból a tenger alatt járókra, hogy, hogy, hogy limitált lesz a kommunikáció, hiszen a Föld annyira messze lesz, hogy a maga a rádióadás is minimum fél óra oda meg vissza, amíg egy kérdés-válasz váltást le tudnak csinál, bonyolítani. Igen, egyszerűen úgy tűnik, hogy a tartózkodás nekem, mint egy egyszerű magyar embernek, tudom, hogy az űr az egy veszélyes üzem, és de hogy ez egy ilyen kézzelfoghatóbb, nem annyira elszeparált világ, és ezzel kapcsolatban jutott az eszembe, hogy ilyen mars utazásokat talán ilyen mélytengeri bázisokon lehetne. A legjobban szimulálni, hogy az a fajta elszigeteltség, valós elszigeteltség, az a, a nyomás okozta meg a mindet, Tehát hogy, hogy ebben megnyilvánuljon, mert az, hogy én csinálok a biodomba berakok, öt embert, és azt mondom nekik, hogy ez mostantól egy űrhajó, és mentek a marsra, és ti most egy évig nem jöttök ki, az azért az valójában tényleg maximum egy ilyen Covid járvány időszak, nem érzem ezt annyira elviselhetetlenek az emberi lélek számára, nyilván optimális esetben, mint amennyire tényleg a mélység megzavarja az embert. Teljesen igazad van, és tényleg egyébként én, ha belegondolok, mondtátok, hogy nyomás, belegondolni, hogy az, hogy van fölöttem, a tök sötétben vagyok itt is, ott is, de az, hogy van fölöttem több kilométernyi brutális víztömeg. Igen. Én lehet, hogy, én lehet, hogy tényleg van abban valami, hogy én pszichológiailag rosszabbul érezném magam, mint egy millió vagy 10 millió kilométerre a földtől, a vákumban. Hát jó, hát kinek mi? Igen, igen. Ez személyfüggő szerintem is, hogy kinek mi az ilyesmi. <laughs> személyfüggő. Amúgy a 60-as években az amerikai névi, tehát a, tenge, a, mi ez? a haditengerészet csinálta a Sea Lab, tehát nem Skylab Lab, vagy Space Lab, hanem Sea Lab, tehát a, a tenger, tengere ajzati ilyen, hát lényegében állomásokat, ahol az emberek lent voltak egy csomót, tehát így hónapokat, meg ilyesmit. De azért ezek nem voltak olyan mélységben, mint amiket itt látunk a filmben. Érdekes, hogy az egyik volt űrhajós, a Mercury űrhajósok közül, a Scott Carpenter az maga is részt vett ilyenekben. Tényleg tudnak-e az emberek odalent lakni? De az az odalent, az nem volt annyira lent, tehát itt mondjuk 200, 200 méternél mélyebbre nem nagyon mentek, tehát ott még oda még lejut a fény, meg ilyenek. Azért az is nagyon mélyen van ugye az embernek, de... Szóval, hogy voltak ilyen kísérletek, ha nem is azzal a céllal, amit mondott Ádám, hogy a marsutazást előkészítsék, de én is egy tök jó ötletnek tartom egyébként, hogy, hogy valóban ott készüljenek föl. Egyébként én a film egyik gyenge pontjának érzem ezt, hogy ez a kommandós férfi lett itt a, ez a konfliktusnak a, 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 fő pontja, mert hát ő, mégis mégiscsak egy katona. Ráadásul ugye elhangzik, hogy ők, ők is tesztelve lettek, hogy bírják-e majd ezt a, ezt a helyzetet. Tudja nagyon jól, hogy, hogy mi a dolga, tudja nagyon jól, hogy ez mennyire kockázatos és veszélyes, ennek ellenére, amikor látja, hogy remeg a keze, senkinek nem szól. Ami szerintem egy iszonyatosan óvatlan dolog, és hiteltelen egy katonától. Én azt gondolom, hogy a fegyelem, meg úgy egyébként úgy, úgy az egész kiképzése és minden, gondolkodás módja megkövetelni, hogy ezen a ponton azonnal szól, hogy... Érzem magamon, hogy probléma van, érzem magamon, hogy valószínűleg nem leszek beszámítható, ne engedjenek fegyverek közelébe, és, és vegyék el a döntési jogköröm, jogköreimet, és, és innentől kezdve én itt elveget állok, ha nem tudok visszajutni, mert azt hiszem pont akkor valami vihar is volt, tehát nem is tudott volna onnan hova menni, de hogy, de hogy ő maga szól arról, hogy akkor én innentől ebből, ebből kiszálltam, mert, mert több kárt okoznék, mint hasznot. Ugye van egy csávó, aki megsérül, katonacsávó, az azért az látja, hogy elment az esze. Ennek a csávónak, de a másik az simán, simán követi. követi. Ugyanott a vihar, ha már szóba hoztad, ott ugye a, a köldögzsinort ugye engedik le a kábellel, annyira béna az egész, annyira te azt gondolom, hogy ha egy ilyen dolog történt, mindegy, hogy 1989-ben vagy ki, hát láttuk, pont az Apollo 13, sokkal korábban történt. Tehát, hogy, hogy szakemberek megoldották. Itt meg, állunk egy óriási nagy viharba. Megoldották, igen. Tehát simán összedől az egész, nem nem reagálunk, akkor most már húzzuk fel őket, vagy engedjük el a kábelt, akkor a, a, az alsó rögzítésen nincsenek ilyen robbanó töltetek, hogy bármikor ki lehessen oldani, hanem ott a nőnek kell ott azzal a gépezettel, amilyeneket 1993-ban Legóval építettem, ilyen kis karral megpróbálni kiszedni, szóval, hogy ezek számomra nagyon kizökkentettek abból a millióból, amit megteremtett ez a film. Igen ez az része nem volt reális. Közöttük sem volt semmilyen pszichológus, és ugye nyilván egy ilyen, akár egy mélytengeri kutatásra, akár az űrbe nyilván a szakembereket, a szakértőket viszik ki, és ilyenkor nyilván egy húszadrangú sorba kerül sajnos a pszichológus, vagy, vagy, valamilyen pszichiátriai szakember, pedig szerintem égető szükség lenne rá olyan helyzetekben, ahol mondjuk tényleg hónapokat töltenek el összezárva és izolálva emberek, mert, mert akár életek múlhatnak rajta. És jó esetben nem a pszichológus kattam meg. De vajon egy tenger alatt járó személyzetében, amúgy defaultból azért csak van, nem? Csak egy olaj, oké, okay, hogy a Betnik Explorer, meg a. Hát izé ott az is az old... azért, nem tudom, azért limitáltak a lehetőségek. Mondjuk a Gömb című filmben azt hiszem volt. De annál? ott mindenkinek elment az esze. De ott mindenki igen. meggajdult, igen, ez tény és való, de ott legalább volt. Ott túlterheléses támadásért a pszichológus. Az biztos. Igen. Hülyet. Igen. Szóval ennek több teret kéne, meg több fontosságot kéne erre szállni, én azt gondolom. Hát ugye van még két téma, amit mindenképpen érinteni szeretnék. Hát az egyik a legizgalmasabb az idegen életformák, meg ezek a kis világító, aranyos kis lények. Illetve azért, ha már itt van Miklós, akkor azért a víz alatti robbanások és hullámhatások tekintetében is azért lenne kérdésem, hogy mennyire volt valóságos. De hát ugye lassan véget ér a műsorunk, úgyhogy megkérdezlek Réka, hogy hogy érezted magad ebben az első parallaxisban. Már most többet beszéltél, mint akiket szóhoz szoktunk hagyni első alkalommal, szóval. <laughs> Igen, igen. tartottam kicsit tőle, hogy egyáltalán meg tudok-e majd szólálni, meg mit tudok majd hozzátenni, de igazából nagyon-nagyon kellemes beszélgetés ez, úgyhogy én teljesen jól éreztem magamat, nagyon jó témák jöttek be, meg lesznek is még, úgyhogy szerintem ez egy nagyon-nagyon klasz kis adás. Már most. És Ré Réka, mondtam már neked, hogy ahhoz hosszabb jobb? Hát. Mert hogy így van. Ebben az esetben biztosan így van. <laughs> Úgyhogy most sajnos el kell búcsúznunk azoktól a hallgatóinktól, akik nem támogatnak minket a patreon.com/parallaxis oldalon keresztül, mivel számotokra sajnos most véget ér az adás. Legközelebb szeptember 11-én jelentkezünk új Parallaxissal, akkor a legsötétebb óra című filmet beszéljük ki, amelyben egy ismeretlen eredetű katasztrofális minden elektronikus eszközt működésképtelenné tesz, majd durván és igen látványosan pusztítani kezdi az embereket Moszkvában. Úgyhogy ezzel fogunk jönni. Legközelebb, addig is minden munkatársam nevében köszönöm a figyelmet. Ne feledjétek, hogy a tenger mélye az a hely, ahol még a legkisebb rák is lehet Chuck Norris. Sziasztok! Sziasztok! Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu, lájkold like a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgassd a Szokol a Tilos Rádióban. A Tudományos Újságírók Klubja és a Tudományos ismeretterjesztő Társulat által a Juhari Zsuzsanna Díj külön díjával jutalmazott blog podcastjét az MD Media készítette. Kreatív producer Horváth Ádám Tamás. Hamarosan jön a következő rész.